Üdvözlök mindenkit! A Milestone jelenleg a videójátékipar legbiztosabb pontja, csak kár, hogy a középszerű motoros alkotások terén vívta ki magának ezt a megtisztelő érdemet. Évente több franchise-hoz is képesek kitermelni egy-egy újabb epizódot, ezúttal a MotoGP 19 került a terítékre. A menüben talán érdemes lehet a testeszabási lehetőségekkel indítani, mert így megkreálhatjuk saját versenyzőnket. Igaz, túlságosan nagy változatosságra nincs lehetőség, főleg ha a nőnemű pilótákat részesítjük előnyben. Ha az alapbeállításokon túl vagyunk, még a sisakunkat és a motoros rucinkat is egyedivé varázsolhatjuk, amit aztán meg is oszthatunk a világ más játékosaival. Immár tanulva a nagy brit versenyjátékfejlesztőtől, azaz a Codemasters-től már nem csak egyszerű versenyeket fogunk egymás után darálni. A teszteléseknek, szabad pályabejárásoknak jelentőséget tulajdonítottak, elvégre, ha a kilt feladatokat teljesítjük, akkor fejlesztési pontokra tehetünk szert, melyekkel a járgányunkat tudjuk még versenyképesebbé tenni. Mondjuk olyan feladatokra kell gondolni, mint a megadott idő elérése, vagy minél gyorsabb tempóval haladni az ideális íven. Az olaszok végre további ügyes plusz tartalmakkal is szolgálnak a rajongóknak, ami a 19-es részben a Historical Challenge menüpontban manifesztálódik. Itt négy korszakra bontva tudunk a MotoGP történetéből híres eseményeket, nagy versenyeket, agresszív párharcokat újraélni. Több tucatnyi ilyen kihívást teljesíthetünk, melyek valóban képesek feszült percek okozására, ugyanis a hibázás a legkevésbé sem megengedett ezeken a feszült futamokon. Sokat finomítottak a háttérben dolgozó rutinokon is, melyek sokkal élvezhetőbb és hamarabb tanulható vezetést biztosítanak, sőt talán a fizikát is megberhelték kicsit, mert az esések már sokkal kevésbé produkálnak ciki animációkat. Valahogy úgy jellemezhetném egy szóval a MotoGP 19 fejlődését, hát hogy hitelesebb, esetleg modernebb lett, na hát azért, ami még sajnos továbbra is az elvárható professzionális szint alatt van. Minden esetre a fejlődés jelei már felütötték a fejüket. Erre a részre egyébként még a mesterséges intelligencia alapos megreformálásával is készültek az olasz csődrök, ugyanis egy ANA, azaz Artificial Neural Network Agent megnevezésű neurális AI-t alkottak meg, ami igyekszik elemezni a tudásunkat, stílusunkat és ahhoz alkalmazkodik dinamikusan, azaz ha úgy érzékeli, hogy profik vagyunk, akkor folyamatosan beszél a láthatatlan segítségeket. Egészen jól működik ez a rendszer, még a gépi ellenfeleket regulázhatná meg kicsit, hogy legyen valami életszerűség a viselkedésben. Sajnos a játék audiovizuális részénél nem nagyon tapasztalható ekkora fejlődés, valahogy olyan kopottas, mosottas, öregecske a látvány, még a dinamikus időjárás sem képes különösebben feldobni a végeredményt. Pedig azért, mikor elered az eső, sokkal elfogadhatóbb vizuális összkép rajzolódik ki előttünk. A hátterek, a lelátók egyszerűen siralmasan semmilyenek, ennyire sutai és primitív atmoszféralkotást nem sok stúdió képes menetrendszeren produkálni, a csapattagok megalkotása, animációik, az emberi karakterek kinézete pedig több évtizedes elmaradásban van. Na de összességében nem egy rossz játék a MotoGP 19, de közel sem jó, inkább a lelkesedés aprócska csíráját felmutató iparos munka. Az oktatómód hiányát csak jó indulattal egyensúlyozza ki a Race Director opció, ahol a saját közvetítésünket koreografálhatjuk meg, de a több játékos módban megjelenő dedikált szerverek lehetősége és az e-sport törekvések sem repítik a nagyok közé a Milestone alkotását. Tény, hogy egyre jobb a Milestone motorjain húzni a gázkart, de félő, hogy sosem lesz részünk egy példamutató alkotásban. Köszönöm szépen figyelmeteket, természetesen a feliratkozás gombot ne felejtsétek el, valamint a harangozást sem, és hamarosan ismét találkozunk, addig is viszont jók legyetek, sziasztok!